Köszöntöm nézőnket, dr. Csordás László Mátéval beszélgetek, hiszen itt egy piknik zajlik a rendezvényközpont előtt. Mi is ez a rendezvény, és kik a szervezők? A 2021-es első rendezvényünk után, ez most gyakorlatilag egy folytatása annak, folytatása a Ligeti Pikniknek, a szervező pedig egyesültünk a Karcagi Birkacsárda Hagyományőrző Egyesület. Mi mindennel várják az érdeklődőket? Hú, felkerült a plakátra, az internetre, a Superinfóban nagyon sok felületen hirdettük, hogy itt milyen ételeket lehet majd megkóstolni. Ezek között megtalálható babgulyás, a csülökpörkölt, a karcagi birkapörkölt, a Ferdinánd, tehát helyi jellegzetességek, és lesz koncert 5 órától, a Best Company, a Pipás zenekar fog fellépni majd Esztergomból, a Keserű nevű formáció, és mindezen túl gyerekeknek is készültünk programokkal, úgy, mint a rönkhajítás, a célbadobás, zsákbafutás, vízhordó verseny, szóval minden korosztály megtalálja majd itt a nekivaló programot. És mit kell tudni még magáról a rendezvényről? Miért piknik a neve? Azért, mert arra invitáljuk a helyieket, hogy kóstolják meg velünk együtt azokat a finom ételeket, amelyeket itt helyben elkészítünk, és amelyek tájegységünkre jellegzetes ételnek minősülnek. És akkor közben kicsit beszélgetnek, játszanak a gyerekek, lefoglalják magukat, tehát tulajdonképpen a takarót most úgy elképzel mindenki, hogy a takaróban a fűben piknikezik, de akkor önökkel most így közösen. Igen, ez egy ilyen indián nyár, vagy vénasszonok nyarai program, de hát az mondjuk az időjáráson nem érződik, mert olyan, mintha egy augusztus közepi nap lenne, annyira meleg van. Hát akkor reméljük, hogy sokan eljönnek, és akkor itt már láttuk, hogy vannak vidékrőjek ezek, akik még most hallottak először a Ferdinándról, tehát azt gondolom, hogy a karcagi ízek népszerűsítése is fontos feladat. Így van, a egyesületünk is hagyományőrző tevékenységet folytat, és ekként mi is fontosnak érezzük, hogy a gasztronómiai különlegességeket ne csak városhatáron kívülre vigyük el, hanem itt helyben is képviselhessük. Kik a főzők? A főzők, édesapám, Csordás László, egyesületünk tagja, és egyik kedves barátom, aki már vállalkozóként dolgozik itt, és Beregfürdőn. Hát akkor értő kezekben vannak ezek a kasztrolyok most, úgyhogy reméljük, hogy sokan eljönnek, és meg is kóstolják az ízeket. Igen, ezzel a célra indítottuk ezt a rendezvénysorozatot, a következő epizódra, tehát a harmadikra majd jövő év márciusában kell számítani. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget! Köszönjük szépen, és már is itt vannak az átöltözött táncosok. Erdélyből, mezőségről,
fognak nekünk vajda kamarási táncokat táncolni. Fogadják sok-sok szeretettel. Köszönjük szépen!
Ismerjék is, hazai pásztortánc következik, karcagi botoló csárdást és friss csárdást fognak táncolni a táncosok, fogadják őket sok-sok-sok szeretettel. Thank you.
Köszönjük szépen! És végezetül szilárdsági táncot fognak látni. Szövek előtt, vagy verbunkot fognak a férfiak először, utána egy kis polgári tánc, csárdás és ugrálós következik. Ezen a vidéken a friss csárdás, így hívták, hogy ugrálós. Fogadják őket sok-sok szeretettel. Thank you.
Ez a balkás elő! Csöndben és félhomály! Hálózra,